Folytatjuk tovább a délelőttet, és színházzal kezdtük a mai műsorunkat, akkor színházzal is fejezzük be a Színház Világnapja alkalmából. Itt van már velem a stúdióban Jónes Üli címművész, szeretettel köszöntöm. Szép jó napot kívánok mindenkinek. A Cinka Panna Cigány Színházról már korábban beszélgettek Mohai Gáborral, hogyha jól tudom, a karácsonyi műsorunkban, de azért elevenítsük fel, hogy hogyan indult el ez a színház, mert hogy ennek ugye története van. Hosszú történetem van, nem tudom, mennyi időnk van rá. Már a főiskolán megszületett a gondolat, ugye elsőként kerültem be cigány származásuként, vállaltan direkt mondom a cigány származást, mert én az első pillanattól kezdve vállaltam, és missziómnak is tekintem, hogy ezt addig, amíg muszáj, hogy téma legyen Magyarországon, addig ezt hangoztatni is fogom. Tudatosan teszem, nem öncélúan. Úgyhogy már a főiskola alatt megszületett a gondolat, mert nagyon sok cigány származású jelentkezőt láttam, hogy elküldenek a főiskoláról, és nem vesznek fel, mert hová szerződhetik később. Én a Pécsi Nemzeti Színháznál töltöttem pár évet, az alatt, az idő alatt tulajdonképpen elindult Werner József díszlettervezővel a színházunk, majd kibővült nagyon tehetséges kollégákkal, Dél Horváth Károly, Mata András, Habány Tamás, és még sorolhatnám 50 főig a társulat. És most már több mint 20 éve, 1994-ben jött létre az alapítvány. Mi az elsődleges célkitűzés akkor ez, hogy lehetőséget adjanak a fiatal, tehetséges, cigány származású művészeknek? Vagy... Az volt, de nagyot álmodik az ember, vagy nagyot kell álmodni, aztán valami létrejön belőle. Nincsen állandó helyünk, nincs állandó állami támogatásunk, pályázatokból élünk, ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra, idézőjelben, tehát egyik évről a másikra, tehát sohasem tudunk igazán előre, hosszú távra tervezni. Ezért az a része, hogy alkalmazottként bárkit is fel tudjunk venni, még magunkat sem tudtuk felvenni, tehát akik most a színház tagjai, oszlopos tagjai. Valamennyi sikerült belőle, hát ennyi sikerült, hogy előadásokat csinálunk, járjuk az országot különböző fontos üzenetű előadásokkal, mert üzenetközpontú színháznak tartjuk magunkat. Na ez az, akkor nézzük meg, hogy itt az elmúlt 25 év alatt, hogyha csak egy párat említünk, hogy melyek voltak azok az előadások, amiket úgy tényleg úgy kirakadva lehetne tenni, vagy mi az az üzenet, amit elvisznek akkor itt ugye országszerűen. Rengeteg előadás van, mindegyik nagyon-nagyon fontos, mi annak tartjuk, de a nézők is, akik meghívtak minket, inkább vidéki előadásaink vannak, de Budapesten is bemutatkozunk elég sok helyen és alkalommal, mint például a mostani Nemzetiségi Színházi Találkozón és a Nemzeti Színházban. Nagyon fontos mindig az, hogy a fehérbőrű és barnabőrű közönségünknek üzenetet adjunk át. Nem ismerik igazán a cigány kultúrát, a roma kultúrát, ezt a mai napig is tapasztalom. Sokszor a cigányok sem, tehát önmaguk sem. Pedig micsoda kincsek rejlenek ott, nem? Így van. Nagyon-nagyon-nagyon kiaknázatlan és nagyon több odafigyelést igényelne, de sajnos ez hol sikerül, hol nem, hol művészi módon, hol kevésbé. Na de hát ezért vagyunk, hogy harcoljunk, és majd jönnek utánunk, gondolom, akik még ezt folytatni fogják. Tehát a balladáktól, erdélyi balladák, amiket Kallós Zoltán gyűjtött Erdélyben, azokat feldolgoztuk, cigány balladákat, ottani magyar balladákat, magyar ajkú balladákat, ezeket szembeállítottuk, ütköztettük, és ezzel üzentünk, de faludi víjon balladáit is feldolgoztuk. Mindenben van üzenet, mindenben tudunk találni üzenetet. Szécsi Magda az egyik legtehetségesebb, fantasztikus kortárs írónőnk, egy gyerekdarabot írt nekünk,
amiben a szeretet, barátság, megismerés fontossága, a másik kultúrájának a megismerése, mert anélkül nem tudjuk egymást sem szeretni, sem elfogadni. Akkor itt nem csak a műfaji sokszínűség jelenik meg, de hogy a korosztálybeli sokszínűség is megjelenik. Én nem is tudtam, hogy gyerekdarabokat is a műsorukra tűznek. Művészeti vezetőként akkor lehet azt mondani, hogy mindig egy kicsit a szívéhez közel álló darabokat vagy írókat mutatja meg a közönségnek? Muszáj a pici gyerekektől kezdve a legidősebb korosztályig olyan repertoárt összeállítanunk, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Nagyon nem szeretünk nemet mondani felkérésnek, mert az ma azért luxusnak kevesen számít. Tehetik meg, igen. Meg nem is szeretnénk. Tehát tulajdonképpen tényleg mindig úgy igyekszünk összeállítani a műsorainkat, hogy mindenki a magának megfelelő darabot, színdarabot, vagy zenés darabot, vagy bármilyen, még cirkuszi előadásunk is van, tehát hogy bármit tudjanak választani. Ez egy nagyon nagy feladat, és igen, törekszünk arra, hogy ettől függetlenül szeressük is azt, amit csinálunk, mert anélkül meg semmi értelme, hogy úgy menjünk színpadra, hogy ne szeressük. Tehát. Nézzük meg, hogy akkor mik vannak repertoáron, vagy hogy milyen előadások azok, amik mondjuk most aktuálisak, és akkor Pólikát hagyjuk majd a végére, arról külön beszélgessünk. Hát ugye van, amit említettem, a gyermekdarab, a Szécsi Magda csörgőkezű Vödörjáró dobhasú, ez egy zenés, élőzenés, élőénekkel interaktív gyermekdarab, nagyon szeretik, nagyon imádják. A Balladák földjén, amiről előbb beszéltem, akkor mit fogok, Josephi, Gyere Josephine című sanzon-szerű előadásunk, ami Josephine Baker életéről szól, az első néger énekes nőről, aki Magyarországon járt. Akkor mit fogok kihagyni, mert mindig olyat, a cirkusz a színházban, a gyermekkavalkád, itt mindenféle cirkuszi, hát nem olyan mutatványokat, de bohócok, bűvészek, stb. Fordulnak elő, és még sorolhatnám. És akkor ezeket elsősorban vidéki helyszíneken láthatjuk? Legtöbbet vidékre hívnak minket, ugye, mert azért Budapest eléggé telített. De Budapesten is azért van lehetőségünk bemutatkozni. Újpesten van az egyik befogadó helyünk, az Újpesti Cigány Közösségi Ház. Molnár István Gábor a vezetője, és a Fővárosi Roma Önkormányzat vezetője is Csóka János, és nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy Budapesten is azért a célközönséget elérjük. És most Budapesten is elérték a célközönséget az elmúlt héten, mert hogy a Pólika című zenés vidám színdarabot láthattuk, az előítéletről szól ez, és ez egy közös produkció a Magyarországi Szerb Színházzal. Akkor ezt hol mutatták be? Pontosan már egy fél mondattal említette. Ezt a Magyarországi Szerb Színházban mutattuk be. Fontos elmondani, hogy Rusz Milán írta a darabot, aki a Szerb Színház igazgatója, de elsősorban fantasztikus színész, fantasztikus zenész, fantasztikus rendező. És író. És ír egy igazi 20. századi, 21. századi reneszánsz embernek tartom, polihisztor. Amihez nyúl, az egyszerűen csodálatos. Úgyhogy neki köszönhetjük ezt a fantasztikus darabot, és mind a mellett, hogy azért konzultáltunk erről folyamatosan, amikor írta. Kiről szól ez a darab? Kovács Apollóniáról szól, az első olyan nóta énekesnőnkről, aki Kossuth díjat kapott, bejárta az egész világot. Erdélyből indult, fantasztikus énekes, nagyon tehetséges, magyar nótát, cigány dalokat, mindenféle műfajban otthon volt, de a világszerte a magyar nóták és a cigány dalai tették világhírűvé.
Itt azt mondtam, hogy a színdarab, vagy azt írják a színdarabról, hogy az előítéletekről szól, vagy az előítéletről szól ez a színdarab. Mit jelent ez pontosan? Ez hogyan jelenik meg a darabban? Vagy akár itt a Pórikának az életében hogyan volt ez jelen? Folyamatosan. Ez egy olyan ember életében, aki cigány származású és vállalja a származását, azért az a mindennapokban, hol pozitív, hol negatív előjellel mindig jelen van, ezzel állandóan szembesülni kell. Természetesen a színdarabban is sokszor előjön, hogy hátrányos helyzetű, nem kerül olyan könnyen be a konzervatóriumba, ott is lenézik, alacsonyabb rendűnek tartják. Tehát, hogy állandóan ezzel a nyomasztó tudattal kell élni, hogy meg kell felelni, többet kell teljesíteni, és küzdeni, minden nap meg kell küzdeni azért, hogy a másik ember elfogadjon, ne talántán meg is szeressen. Hogyan született ez a darab? Mert itt említette, hogy konzultáltak Milánnal maga az írás folyamatában, de akkor itt azért komoly kutató munka is kellett hozzá, hogy az Milán életét nagyon, jobban megismerjék. Milán nagyon mélyen beleásta magát, tehát utána járt Pórika életének, mert hát ugye az egész történet egy kerett történet, a Kovács Apollónia Pórika egy öreg otthonban halt meg magányosan. Tehát nem is tudták, hogy ő a Kovács Apollónia, mert a férje nevét viselte. Ezeket mind felkutatta, merre járt, merre utazott, kikkel lépett fel, hát az első nagy lemezt a magyar hanglemezgyártó vállalat kifejezetten úgy kereste az előadót, hogy egy roma származású fiatal előadó legyen, és mivel ő vállalta a származását, ezért ráesett a választás, ugye, és ez az első nagylemez tette világhírűvé. És akkor miket hallhatunk az előadásban, illetve kik játszanak még akkor ebben a közös produkcióban? Nagyon fontos szerepet játszanak. Én nem is tudom, hogy bírják. Egyszerűen döbbenetes, mert jelen lenni végig úgy másfél órán keresztül, hogy egy szót nem szólnak a zenészek, de ugye a Milán harmonikázik, Rusz Milán, György, Branimir táncol, énekel, és Lakatos Miklós, fantasztikus prímásunk, hegedül, na de végig a szöveg alatt, amikor ugye én mesélem a Pórika életét, vagy élem a Pórika életét, akkor ők mozdulatlanul kell, hogy létezzenek végig a színpadon, mert ők vízió, tehát egy vízió tulajdonképpen az, hogy ők ott vannak, mert a Pórika azt képzeli az öreg otthonban, hogy ott vannak vele az ő drága kollégái, zenészei, akik egész életén át végig kísérték, és hát egyedül énekel a kis öreg otthoni szobájában. Nem tudom Mahai Gábort idézni, de valahogy úgy fogalmazott, és hát a Judit, hát ő fantasztikusan énekel, hát olyan hangja van, úgyhogy ő már látta, a közönség mikor láthatja legközelebb? Köszönöm Gábornak. A legközelebbi, ami biztos, az Solton lesz. Leszünk a velencei vízi színpadon nyáron, és Fonyódon az Esztrát Színháznak nyílik még egy játszóhelye, ott is fogjuk játszani, és több helyjel az országban még van tárgyalás alatt áll a dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről is beszélgethettünk, és akkor további jó munkát kívánok önöknek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.